Szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőt, Vasas Dezsőné vagyok, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pittypang utcai óvodának a vezetője. A Pittypang utcai óvoda egy épületben helyezkedik el a Pittypang utcai általános iskolával, de külön bejárattal, teljesen külön szervezetként éljük a mindennapokat. A Pittypang utcai óvoda egy hadcsoportos óvoda, ahol a tereket, galériák bővítik, ahol a gyermekeknek saját öltözőjük van, ahol a terasz, amely minden csoportszoba előtt megtalálható, saját udvarrészt biztosít valamennyi csoport számára. Ezen kívül található az épületben, ami szerintem egyedülálló és rendkívüli, egy 150 négyzetméteres tornaszoba, rengeteg fejlesztő eszközzel, hogy mindenkit a kellő időben, a kellő képességéhez mérten próbáljuk meg fejleszteni és támogatni. A pedagógiai programunkban a szakértelem mellett az egészséges életmódon nevelést, a mozgáson nevelést és a környező világ sajátos megismerésén keresztül próbáljuk meg a fenntarthatóságot is becsempészni a holisztikus szemlélet jegyében valamennyi gyermekünk életében. Sajátos nevelésű igényű gyermekek közül a hallássérülteket fogadjuk, ehhez szakemberünk van, ehhez megfelelő tárgyi eszközzel is rendelkezünk. A szülői közösséggel való együttműködésünk kapcsán szeretném kiemelni, hogy nagyon jó az együttműködés. Ezeket támogatják azok a fogadórák, azok a beszélgetések, amelyek arról szólnak, hogy egy-egy gyermeknél mi az az erős terület, amelyben közösen értünk el eredményeket, és hogyan szeretnénk, hogyan támogassuk egymás munkáját, hogy a még fejlesztendő területekkel előbbre jusson az a drága kis csemete. Az intézményben biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amelyek a mozgásra nevelés hangsúlyával kapcsolatosan megtalálhatóak. Ezek külön szolgáltatási lehetőségek, amelyek nem kötelezőek. Ilyen az óvodafoci, ilyen az a játékos labdatorna, amely a kézügyességet fejleszti, ilyen a gyermekjóga, és ilyen a néptánc. Óvoda intézményünkre jellemző a folyamatos napirend. Reggel 8 óra 15 perctől 9 óra 15 percig áll rendelkezésre a gyerekeknek az a reggeli mennyiség, amellyel ők napindításképpen a komfortzónájukat, illetve biológiai szükségletüket kielégíthetik. Reggeli időt követően zajlanak azok a műveltségtartalmak, amelyek a gyerekek komplex fejlesztését, fejlődését támogatják. Az udvarunkon tornaszerek, csúszda, mászók áll rendelkezésre, hogy a gyerekek a nagy mozgásfejlődésüket is gyakorolni tudják. Szeretettel várjuk telefonos megkeresését, vagy az óvoda honlapján, vagy az elérhetőségünk, azt gondolom, hogy az önkormányzat honlapján is megtalálható. Köszönöm a figyelmét!